Október 28-án köszöntötték gesztelyen a község szépkorú lakóit az idősek hónapja alkalmából. A helyszínen a gesztei gondozási központ vezetője üdvözölte a megjelenteket, Sütő András gondolatait idézve, miszerint önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. Úgy gondolja, hogy a mostani generációk világa az idősebbek munkájával kezdődött, ők építették fel a jelent. Már megtették, amit el tudtak érni, családjukban, nemzetükben, és most már a pihenés vár rájuk. A fiatalabbaknak az a dolga, hogy napjaikat megkönnyítsék, és tanuljanak a szépkorúak által hordozott sok évtizedes tapasztalatból. A település polgármestere Simon István is szólt a megjelentekhez, aki elmondta, hogy minden évben az a céljuk ezzel az eseménnyel, hogy felhívják a figyelmet az idősebb emberek tiszteletére. Nem szabad megfeledkezni munkájukról, hiszen nekik köszönhetjük jelenünket. A felgyorsult világban sajnos pont rájuk nem jut sokszor elég idő, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Véleménye szerint a figyelem kijár nekik minden nap, és nem csak családjuktól, de környezetüktől egyaránt. Köszönetét fejezi ki, amiért munkájukkal, fáradtsággal, tetteikkel felépítették számukra az életet, és szeretetükkel gondoskodtak a fiatalabb generációról. Arra bíztatja a megjelenteket, hogy töltsenek minél több időt időszeretteikkel, ismerőseikkel, és szerezzenek annyi közös emléket, amennyit csak lehet. Ezt követően Nagy Józsefné szavalt el az eseményre írt saját költeményét, amelynek címe Köszöntő az idősek világnapjára. Felidézte benne a sok emléket, a jó és rossz pillanatokat, és azt, hogy milyen értékes most unokáik körében visszagondolni az átélt dolgokra. Továbbá az igaz szeretet és boldogság fontosságát hangsúlyozta, hogy ünnepelhessenek az elkövetkezendő években is. A szavalat után köszöntötték az 50. házassági évfordulójukat ünnepőket, akikből idén 5 pár is volt a községben. Példaértékű, hogy ennyi éven keresztül megtartották fogadalmukat, és együtt töltöttek el minden pillanatot a hosszú úton. A megjelent hozzátartozók és ismerősök is jó kívánságaikat adtak át szeretteik számára, az alkalomból kifolyólag. Hagyományaikhoz híven idén is köszöntötték gesztely és új harangod legidősebb női és férfi lakosait. A rendezvény hátra levő részében Gáspár Anni és Holnyák Bertalan Fanni műsorát hallgathatták meg, akik az idősek számára ismert számokkal készültek. Fontos, hogy minden évben legyen egy olyan nap, amikor társadalmunk szépkorú tagjai kerülnek a középpontba, és érezzék a tiszteletet és megbecsülést, amire a hétköznapokban nem mindig jut megfelelő idő.